Hello, sziasztok! Én már neki is álltam letakarítani a tűzhelyemet, ugyanis ma egy nagyon finom recepttel készülök nektek. De előtte bemutatnám, hogy a cleaningstuff.hu oldaláról milyen szuper kis szivacsot és szivacs tartót tudtok rendelni, és pillanatok alatt csodásra varázsolni az indukciósotokat, ahogy én is csinálom. Na de már most kezdjük el, a mai menü egy kis bakonyi sertéskaraj. Ehhez vettem kettő csomag laska, illetve egy csomag barna csiperke gombát az Aldiban. Ez az első step, ez nagyon fontos. Aztán egy kis házi paradicsom, most szedték a gyerekek, és egy kaliforniai paprika, most ez volt a legszebb a boltban, ezt vettem. Egy nagyobb fej vörös hagymára is szükségünk van hozzá. Aztán egy pár gereszt fokhagymára majd, egy egész csomag tarhonyára, nálunk eléggé fogy, gondolhatjátok, libazsíron fogjuk pirítani a dolgokat, és egy kiló karajra, ami már előzőleg fel volt szeletelve. Itt most megpirítom a házi füstölt csonkánkat, nagyon szeretem, hogy legyen egy kis füstös íze az ételnek, és természetesen hallgassátok ezt a hangot, zsíron pirítom meg a libazsíron. Majd, hogyha megpirult a füstölt csonka, hozzáadom a hagymát, amit természetesen üvegesre pirítok, a zsíros, sonkás, olajos egyvelekben. Ehhez megy a kaliforniai paprika, illetve 4-5 paradicsom felkockázva. Én csak 3-at tettem bele végül, de amúgy ajánlom, hogy egy kicsit több legyen, hogy szaftosabb legyen az egész. Aztán jönnek bele az apróra vágott gombák, tehát 2 csomag laska és 1 csomag csiperke gomba. Ezt felöntöm vízzel, teszek bele 5 gereszt fokhagymát, összenyomok, sót, borsot és vegetát, és hagyom, hogy megfőjön, körülbelül egy 25-30 perc. Egy másik serpenyőben olvasztok vajat és sima napraforgó étolajat, és bele szeletelek egy kis fokhagymát, esetünkben egy gerezdet. A húsikat előkészítem, sózom, borsozom mindkét oldalukat, majd pedig rárakom erre a vajas, olajos masszára, és mindkét oldalukat 3-3 percig fogom sütni. Ez nagyon fontos, hogy itt most nem megsütöd a húst, és összenyomod picire, hanem magas lángon, pár perc alatt lezárod a húsikat. Jó? Tehát ez egy másik procedúra, és utána majd meg fog főni ebben a nagyon-nagyon finom, gombás, enyhén lecsós, bakonyi lében. Itt egy kicsit, látjátok, ügyetlenkedtem, hát azért nehéz félkézzel kamerázni, félkézzel meg sütni, de aztán megoldottam, kisütöttem az első adagot, látjátok, ott még egy picit rózsaszín is maradt a húsi, újra mondom, itt nem az a cél, hogy megsüljön, hanem hogy lepirítsuk őket gyorsan, pár pillanat alatt. Aztán, amikor megvoltam ezzel, akkor besűrítettem a kis lecsós gombás masszánkat, ami ennyi idő alatt már bőven megfőtt. Látjátok, egy 800 g-os sziszi tejfölt használtam, ennyit vettem ki belőle körülbelül. Ezt én megérzésre csinálom. Kb. 3 púpozott evőkanál lisztet keverek ebbe a tejfölös masszába, amit hőkiegyenlítek, nagyon fontos, hogy egy kis forró lütyit tegyek a masszába, így nem lesz darabos a szószunk, jó? Tehát ezt csináljátok meg ti is, nagyon fontos, ha eddig nem csináltátok meg a hőkiegyenlítést. Ezután behabarjuk a finom kis keverékünket, amiben majd bele fog menni a sok-sok sertéskarajszelet. De nagyon fontos, hogy rottyancsunk egyet rajta, mielőtt belerakjuk a húsikat, hogy kifőzzük belőle azt a lisztes ízét. Isteni finom illatok terjengenek a konyhámban, bárcsak éreznétek. De látjátok, nem is olyan nehéz ilyen egyszerű, de nagyszerű ételeket készíteni. Még akkor se, hogyha annak tűnik, na hát behabartam, egy kicsikét rottyantottam rajta, látjátok, lassú tűzön immáron. Bocsánat, itt nem takarítottam el a tűzhely mellett, ne haragudjatok érte, nem akartam levágni a képet, vagy újra venni. És amikor rottyantottam rajta, beleadagoltam az 1 kg húsikát, nagyon ízletes, nagyon finom, és természetesen nagyon-nagyon laktató ételről van szó. Először anyósom készítette, akkor figyeltem fel rá, és mondtam, hogy
nekem erre szükségem van, erre a receptre. Szinte havonta kétszer-háromszor elkészítem a drága kis családomnak. Na, egy másik edényben pedig felforraltam egy kis olajat, és tarhonyát fogok benne pirítani, ahogy mondtam, az egész zacskót, és ezt a lepirított tarhonyát kettőszörös mennyiségű vízzel fel is öntöm. Ez esetünkben 2 bögrényi tarhonya volt, és 4 bögrényi víz. És lefettem, miután egy kicsikét megkevertem, sóztam, borsoztam, itt pedig már mindkettő föl, ez a kedvenc részem, tudok egy kicsit lazítani addig. Na hát a húsi elkészült, és emellett elkészült a tarhonya is, körülbelül egy 20-25 perc kellett még nekik így együtt főni. Én mindenkinek köszönöm a figyelmet, jó étvágyat kívánok, ha megfőzitek, és ne féljetek, látjátok, ilyen egyszerű és ilyen nagyszerű ez a recept. Bakonyi sertéspörkölt. Jó étvágyat kívánok hozzá még egyszer, sziasztok!